Köszöntöm nézőinket! Várpalota város részeinek múltját bemutató információs táblák kerültek ki a közelmúltban településünk több pontjára is. A részletekről adott tájékoztatást a Hírcentrumnak Budai László, a Kródi Gyula városi könyvtár vezetője. Petőfi 200 emlékév kapcsán került ki ez a mögöttem látható tábla, amelyhez hasonlók városszerte megtalálhatók, illetve az elkövetkezendő időszakban is még kerülnek ki. Minden ilyen táblán helytörténeti információkat lehet olvasni, és hát ez a tábla egyébként egy játéknak a kezdőpontja is lesz, amit a vadászgyermek nap kapcsán akarunk bemutatni. Ennek során majd végigmegyünk több ilyen utcatáblán is, mert a város, vagy a várnak a hátsó bejáratánál, illetve a vár előtt is van egy ilyen tábla. Ezeket szintén belekomponáltuk ebbe a játékba. Ez ilyen szabadulószoba jellegű játék lesz. A város több pontján, mint említettem, már jelenleg is láthatóak ezek a táblák. Ez a Felsővárost érinti ebben a pillanatban elsősorban. Itt a mellettünk látható Rózsakút utca elején pusztapalotáról szól egy tábla, a Lélium utca és a Rózsakút utca kereszteződésénél egy egykori lakókról szóló emléktábla vagy utcatábla olvasható, a Gárdonyi utca és az Árpád utca kereszteződésében szintén egykori foglalkozásokat örökítünk meg, fazekasokat, kézműveseket, akik itt éltek ebben a városrészben elsősorban, illetve ott történt egy olyan gyilkosság, aminek a híre bejárta a világsajtót a maga idejében. Hoster Fülöp gyilkos volt az, aki ott egy ilyen tömeggyilkosságot hajtott tulajdonképpen végre. Ennek a történetét lehet vázlatosan olvasni, mint érdekességet. Aztán tovább menve az Árpád utca végén a Csernyei utca bejáratánál van a következő tábla. Itt szintén a helytörténeti vonatkozású információk olvashatók. Például megtudhatjuk, hogy ott volt Molnár Máriának a szülőháza ebben az utcában. A Szent Florián szobor ezen a helyen állt, annak a táblának a helyén, illetve hát, hogy Ürgevárosnak hívták ezt a városrészt. Ez is egy érdekesség. Ami szintén kint van a Sörház utca elején, nem meglepő módon itt a Sörház története került feldolgozásra elsősorban. Ott ilyen információkat lehet olvasni, és már megvan a helye a Tési Dombi táblának, a Loncsosi táblának, a Béke utcában az egykori Fanni telep táblája, és a Gárdonyi utca alsó része, az egykori Korint telep, ez is szintén feldolgozásra kerül és olvashatóvá válik, amihez remélem, hogy sok ember fog kedvet kapni, hogy végigjárja ezeket. Ezt ajánlom itt mindenkinek.